Molnár Jánossal, Berekfürdő polgármesterével arról beszélgettünk, milyen pályázatokban vesz részt a község. A polgármester televíziónknak adott nyilatkozatában elmondta, hogy hamarosan, bízva a pozitív elbírálásban, a faluprogramos pályázatok fognak beindulni. Jelenleg futó nincsen. Most faluprogramos pályázatok fognak beindulni. Néhány, jelenleg futó nincsen. Olyan van, amit nemrég fejeztünk be, illetve most fogunk megpályázni azzal a reménnyel, hogy pozitív eredménye lesz, tehát nyerni fogunk. Ezek a magyar faluprogramos pályázatokon belül a legjelentősebb talán két külön-külön, körülbelül 10 millió forintos beruházás, amire tudunk pályázni. Az egyik az útfelújítás, útjavítás. Erre szinte minden pénz kevés, de ennek is nagyon örülnénk, hogyha ezt a 10 millió forintot megnyernénk, és abból legalább egy útszakaszt fel tudnánk újítani megint. Illetve egy ugyancsak 10 millió forintos keret összegre lehet pályázni, az pedig nagyon valószínű, hogy a művelődési házra tudnánk fordítani. Ott is ennek többszörösét el tudnánk költeni észszerűen hasznosan, de ha ezt megnyerjük, ezzel már egy nagyot tudnánk előrelépni. A továbbiakban arról szólt, hogy a pályázati lehetőségeik közt szerepel még járdafelújításra kérhető, maximum 2 millió forint összegű anyagköltség, valamint a közművelődésnél igényelhető bértámogatás. Ugyancsak a magyar faluprogramos pályázatok között van még olyan, hogy járdafelújításra anyagköltséget lehet maximum 2 millió forint összegig pályázni. Aztán van egy olyan pályázati lehetőség, ami közművelődésnél lehet bértámogatást pályázni, az egy kisebb összeg, de azt is szeretnék megpályázni. Illetve még egy lehetőség kínálkozik, az pedig eszközökre lehetne pályázni. Tehát ezek, amik most kilátásban vannak, bízunk benne, hogy ezek jók lesznek. Ezek a magyar faluprogramos pályázatok. Van még egy ugyancsak útfelújításra az államkincstárnak egy pályázati kiírása. Ezt is beadtuk, ezt a pályázatot. Izgalommal várjuk az eredményét.